Na, na, mi ez? Egérevés! Hoztam egeret. És az? Olvasás, de most 8 óra van. Jó, felkelés 8 órakor, aztán ebédet, ebédevés, aztán olvasás, majd aztán játék, majd azután, után. Jaj, de türelmetlen vagy. Báb előadás, de nem a szokványos értelemben. Ez a két kisbakoly ugyanis szemléletformáló oktató céllal jött létre, melyet Szabó Zsuzsa álmodott meg. A báb művész az autista szemmel elnevezésű program keretében találta ki a karaktereket és a történetet. Az autista gyerekek kommunikációs nehézségeit mutatják be kifejezetten óvodások részére. Itt most a báb műfajt, mint alkalmazott műfajt láttuk, tehát nem egy élményt adó, egy történetet elmesélő báb előadást kellett létrehoznunk, hanem egy konkrét problémát, problémakört kellett megjeleníteni, és hát ez elsősorban szakmai segítséget vártam és kaptam Nikitől, a programvezetőjétől. Meg kellett ismernem azokat a sajátságokat, amiket ebben a kis etüdben mi megmutatunk. Kiválasztani a lehetőségek közül azt, amelyik színpadon jól megmutatható, és ami az óvodás korosztályú gyerekek számára jól befogadható. Tehát mondjuk ezek voltak az fő szempontok, illetve az, hogy egy olyan figurát válasszunk szereplőnek, aki ezt az egészet kedvesen, de a problémát valóban megmutatva, és a gyerekek által szerethetővé téve tudjuk valahogy megmutatni. Nekem személyesen egyébként én játszom az autista kisbaglyot, tehát színészileg ez egy elég komoly kihívás volt, azt kell mondjam. Úgy tűnik, hogy nem nagy dolog, most egy 15 perces kis játékról van szó, de az, hogy ezt a karaktert megalkotni, hogy hangban, hanghordozásban egy olyan típust mutassak, ami valós, tehát ami olyan, mint amilyen a valóságban lehet találkozni, ugyanakkor nem lesz nevetségtárgya, gúnytárgya, és szerethető legyen, tehát mégis valamilyen egészséges kapcsolatot lehessen vele alakítani. Tehát ez nekem egy elég komoly gyűrközés volt, még megtaláltam azt a karaktert, amiről most úgy gondoljuk, hogy egyébként jól működik. Már készülnek újabb előadásokra is, hiszen még kétféle problémakört mutatnak be a közeljövőben. Pont emiatt, hogy tehát hogy elkülöníthető legyen a gyerekek számára is a problémakör, meg az a probléma, a szenzoros problémák másfajta állatokon keresztül jobban megmutathatók. Most ugye ilyenekre kell gondolni, hogy a tapintás, a hanghatások, hangos, túlhalk, és most másik két figurában gondolkodunk. Úgy tűnik, hogy egy hernyó és egy csiga lesznek a főszereplők. A Lásd a világot autista szemmel egyesület egy pályázat keretében valósíthatta meg ezt az egyébként interaktív előadást. Ezt mutatták be egy szakmai nap keretében az érdeklődő pedagógusoknak. Itt most a szakmai nap alkalmával az óvodai programot mutattuk be pedagógusoknak. Alapvetően úgy építettük fel az egész napot, hogy kis részletet is bemutatunk magából az előadásból, de leginkább a háttérről mesélünk, beszélgetünk. Itt főleg a művészi háttér, tehát hogy hogyan is jutottunk el odáig, hogy ezek a bábok és maga a történet megszületik, és megszemélyesedik benne Bagolyka, az autista kisbagoly, és a szakmai részéről is, hogy hogyan jelennek meg ugye jelen történetünkben a kommunikációs nehézségek, hogyan csempészük be, és hogy hogyan mutatjuk be az interaktív részbe azokat az eszközöket, módszereket, amivel segíthetjük az autizmusban érintett gyermekeket, kortársakat. Bár úgy hirdettük meg, hogy nagyon szívesen látunk szülőket és érdeklődőket, de kifejezetten pedagógusokat céloztunk meg, hiszen maga ez az óvodai program leginkább integrált óvodáknak szánjuk, tehát szerettük volna, hogyha olyan pedagógusok jönnek el és hallgatnak meg erről információkat, akik számára akár érdekes lehet maga az előadás a későbbiekben, és ezáltal ugye akkor ott el tudjuk vinni ezt a programot és segíteni az ott
ottani érintett gyermekeket. Baranya, Tolna és Somogy megyéből várták az óvodák jelentkezését, ahol bemutathatják a bábjátékot, így érzékenyítve a legkisebb korosztályt. Valószínűleg megvan az összes óvodai létszám, amit a pályázat során szerettünk volna, tehát megvan az a plusz óvodai szám, amit vártunk. Most kezdtük el az egyeztetéseket az időpontokra, az előadások időpontjaira, ugye itt az őszi, téli és a tavaszi időszakra. Ez már egy két másik történet, tehát most ugye ez a szakmai napon a kommunikációs történetet mutattuk be. Jelenleg dolgozunk a másik kettő, a szenzoros nehézségeket érintő, illetve a szociális nehézségeket érintő történeteket. Most a pályázat keretein belül ezt a két történetet tudjuk vinni. Itt most az időpontok egyeztetése történik. Ha mindenkivel le tudtuk egyeztetni az időpontokat, vagy valamilyen ne agyisten lemondás történik, vagy elmaradás, akkor vannak még szabad lehetőségek, úgyhogy mindenkit biztatok arra, hogyha esetleg érdeklődik ez iránt, akkor nyugodtan keressen minket, mert elképzelhető, hogy lesznek szabad helyek. Most egyre úgy tűnik, hogy beteltek ezek a helyek, de elképzelhető az is, hogy lesznek, illetve hát a pályázat után is nagyon-nagyon szeretnénk a továbbiakban folytatni, további óvodáknak eljutatni, ehhez remélhetőleg forrást találni, úgyhogy aki érdeklődik, azt csak biztatni tudom, hogy keressen minket, mert fogunk találni lehetőséget. Az autizmus egyébként jellemzően három fejlődési területen károsítja az érintett személyt: kommunikáció, szocializáció és viselkedési problémák. Az ezekből adódó nehézségek az érintett gyermek és közvetlen környezetének mindennapjait is megnehezíti. Ebben szeretnének segítséget nyújtani az interaktív állatos báb előadásokon keresztül.